Több évtizedes kiváló kapcsolatot erősített meg a Honvédelmi Minisztérium és Kecskemét városa. Szemereiné Pataki Klaudia, Kecskemét megyei jogú városának polgármestere hangsúlyozta, hogy a város lakóival együtt úgy érzi, hogy Kecskemét az ország egyik legbiztonságosabb települése, köszönhetően a katonáknak. Kecskemét az ország egyik legbiztonságosabb városa, hiszen olyan védelmi erő van a városban jelen, amelyen mi kecskemétiek így érezzük, hogy a legbiztonságosabb helyen élünk Kecskeméten, és ebben szeretnénk további segítséget, együttműködést nyújtani. A fiatalok területén az ifjúság megszólításában, hiszen fontos, hogy a fiatalok is úgy érezzék, hogy a hazaszeretete és a hazavédelme fontos legyen a számukra, azon túlmenően az oktatásban, az egyetemi együttműködésben találtuk meg azokat a lehetőségeket és pontokat, amelyekben a jövőben még tovább tudjuk segíteni a védelmi politika munkáját. Benkő Tibor örömét fejezte ki, amiért a katonák jelenléte és munkája biztonságérzetet ad a helyieknek. Mint fogalmazott, a Magyar Honvédség számára kiemelten fontos a társadalmi kapcsolatok ápolása és építése. Az a honvédelmi és haderőfejlesztési program, amelyet mi végrehajtunk, az tulajdonképpen azt a célt szolgálja, hogy Magyarország békéje, biztonsága mellett a társadalmi kapcsolatainkat tudjuk erősíteni. A Magyar Honvédség a társadalomból építkezik, éppen ezért rendkívül fontos, hogy a társadalom ezt érezze, és be is fogadja a katonáknak azt a munkát, azt a tevékenységét, amit folytatnak. Magyarország honvédelmi minisztere egyúttal bejelentette, hogy hosszú évek után jövőre újra nemzetközi repülőnapot rendeznek Kecskeméten. Tegnap volt kormányülés, és én a kormányülésen tegnap bejelentettem, hogy Magyar Honvédség úgy készül, hogy 2021-ben nemzetközi repülőnapot szeretnénk tartani az önök városával. A bejelentésről elmondta, hogy a rendezvény és a közös szervezés tovább erősíti majd a Honvédelmi Minisztérium és Kecskemét város kapcsolatát.